püspökké szentelték Szocska Ábelt. A Nyíregyházi Egyházmegye új főpásztora szerdán Mária Pócson tette le a püspöki hitvallást, majd a mai napon szentelték fel és iktatták be szolgálatába. Európa napok. Nyíregyházán az Európai Unióval kapcsolatos kérdésekről, oktatásról, munkavállalásról és utazásról is tartottak tájékoztató előadásokat. Nem késő elkezdeni, egy tavalyi felmérés szerint a 25 és 64 év közötti magyar lakosság mindössze 37%-a beszél idegen nyelvet. Püspökké szentelték Szocska Ábelt, a Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Nyíregyházi Egyházmegye új főpásztora szerdán Mária Pócson tette le a püspöki hitvallást, majd ma szentelték fel és iktatták be szolgálatába. Szocska Ábel 2015 óta apostoli kormányzóként vezette a görögkatolikus egyház kormányzati egységet. Ferenc pápa idén április 7-én nevezte ki a Nyíregyházi Egyházmegye püspökévé. A Mária Pulcsi Bazilikában tette le püspöki hitvallását Szocska Ábel május 9-én este. Ez volt az új görögkatolikus püspök szentelésének első mozzanata. A főpásztort még április 7-én nevezte ki Ferenc pápa a Nyíregyházi Egyházmegye élére, melyet 2015 óta apostoli kormányzóként irányított. Szocska Ábelt a Mária Pulcsi hitvallást követően Kocsis Fülöp metropolita, Orosz Atanáz miskolci püspök és Cyril Vasil érsek, a keleti egyháza kongregációjának titkára ma szentelte fel és iktatta be a nyíregyházi Szent Miklós székesegyházban. Kocsis Fülöp szentbeszédében arról szólt, hogy az egyházmegye tekintélye és súlya is emelkedik az új püspök felszentelésének köszönhetően. Tehát testvéreim, ma emeljük Ábelatját a püspöki székbe. Ma emelkedik a fiatal nyíregyházi egyházmegye tekintélye és súlya. Ma emelkedik magyar görögkatolikus egyházunk fénye és ereje, de csak is akkor, ha Krisztussal együtt emelkedünk. Ezért kérem Ábel atyát, a vele együtt munkálkodó nyíregyházi egyházmegye papságát és híveit is, hogy Krisztussal összeforva akarjuk emelkedni. Növekedjünk együtt a szeretetben Isten és egymás iránt. Emelkedjünk Krisztus Urunkkal a szentség útján, hogy rajtunk keresztül a világ is megszentelődjék. A mai nap különös hatékonysággal járuljon hozzá ehhez a törekvésünkhöz, hogy képesek legyünk minél több ember fölemelni az Úrhoz. 2015-ben a görögkatolikus metropolita létrejöttével alakult meg a Nyíregyházi Egyházmegye, mely területileg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét fedi le, így a legkisebb az ország másik két egyházmegyéje, a Hajdúdorogi Főegyházmegye és a Miskolci Egyházmegye mellett. A templomok, az intézmények és a hívek számát tekintve azonban a legnagyobb a három egyházmegye között, ezt Szocska Ábel mondta el korábban a 35 perc című műsorunkban. Az új főpásztor úgy fogalmazott, ez nagy feladatot és felelősséget jelent számukra, hiszen nagyban átalakult a korábbi egyházi szerkezet. Megvan a folyamata annak, amikor egy egyházmegyét alapítanak, hogy hogyan válik abból egy teljes jogú egyházmegyévé. Van, amikor exarchátust létesítenek, van, amikor az egyházmegyét kinevezik. Az exarchátus egyfajta előszobája a püspöki az egyházmegyének, de még nem rendelkezik teljes egyházmegyei ranggal. Ez úgy tudnám inkább megfogalmazni, hogy apostoli kormányzóként nem láttam el teljes egészében püspöki feladatot, de mégis püspöki feladat volt rám bízva. Szocska Ábel 1972-ben született a kárpátaljai nagyszőlősön, a kerességben az Antal nevet kapta. 1995-ben lépett be a Nagy Szent Bazilrendbe, ekkor vette fel az Ábel szerzetesi nevet. Szocska Ábel a lelkipásztori szolgálaton túl cigánypasztorációval is foglalkozott, valamint a Miskolci Apostoli Exarchátusban gazdasági vezetőként és helynökként is tevékenykedett. Bazilita szerzetesként kétszer megválasztották a magyarországi Szent István rendtartomány tartományfőnökévé, emellett 2015. október 31-e óta a Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója volt. Országszerte színes programokkal és nyereményjátékokkal várják a családokat az Európa napi rendezvényeken. Nyíregyházán a Városi Művelődési Ház előtti téren az ingyenes gyermek és családi programok mellett az Európai Unióval kapcsolatos kérdésekről, oktatásról, munkavállalásról és utazásról tartottak tájékoztató előadásokat.
ugrálóvárral, ügyességi vetélkedőkkel, valamint Európai Uniós ismeretekről szóló totóval és kvízjátékokkal várták a családokat és a gyerekeket a nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központ előtti téren. Az idei 14. alkalommal megrendezett Európa Nap alkalmából a gyerekek az unió működéséről is tanulhattak. Mindig van új a nap alatt. Változik körülöttünk a világ, változik az unió is, változnak az irányelvek vagy az adott feladatok. Ugye például 2018-at az Európai Kulturális Örökség évének nyilvánították. Hát ezzel is van feladatunk, külön figyelmet fordítani arra, hogy mivel tudjuk mondjuk a fiatalokat arra ösztönözni, hogy becsüljék meg a kulturális örökségünket, ami körülöttünk van, ismerjék meg, és vigyék tovább a következő nemzedéknek. A rendezvény programjaiba bárki csatlakozhatott. Ez a negyedikes csoport például egy tanulmányi osztálykirándulás alkalmával látta meg a téren az Európa Nap sátrait, és úgy döntöttek, kipróbálják a játékokat és a vetélkedőket is. Nyírpazonyból érkeztünk a negyedikesekkel, a Színi Károly magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskolából. A mai napon osztálykirándulásra jöttünk, először 9 órától a könyvtárban voltunk, pincétől a padlásig tárlatvezetésen vettünk részt. Utána pedig átjöttünk ide a könyvtár melletti játszótérre, ahol egy előkészületben volt egy Európai Uniós vetélkedő, és erre kértek meg itt a rendezők, hogy a gyerekekkel egy kicsit maradjunk már itt. És itt a gyerekek kipróbálhatják a játékokat, ugrálóvárat, illetve kis vetélkedőn vehetnek részt. Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke a rendezvény végén azt mondta, a megemlékezés és az Európa Nap nem csak arról szól, hogy 2004-ben csatlakoztunk az Európai Uniós intézményrendszerekhez. Az európai gondolatról szól, arról, amely évtizedes álma volt a magyar embereknek is, az európai csatlakozás, az Európai Unióhoz való csatlakozás. Talán egy kicsit többről is szól, mint aztán csak az Európai Uniós intézményrendszerekhez való csatlakozás, a közös európai történelmet, a közös európai értékeket jelenti, azt gondolom, mindannyiunk számára. Ezt Európa valamennyi országában kiki a saját módján megünnepli. Legalább egy évtizede itt az Európai Információs Pont Nyíregyházán, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében megszervez ezt a napot, ezzel is az európai gondolatra irányítva a figyelmet. Sesták Oszkár hozzátette, ezt a gondolkodást fogja elősegíteni az a május végi filmhét, amelyet európai filmekből rendeznek majd a Krudi moziban. Egy tavalyi felmérés szerint a 25 és 64 év közötti magyar lakosság 37%-a beszél idegen nyelvet. A korai nyelvtanulással és a megfelelő nyelvoktatási módszerrel ezen javítani lehet. Császár Zoltánnal, az ILS Nyelviskola kommunikációs igazgatójával a sikeres nyelvtanulásról beszéltünk 35 perc című műsorunkban. Az Európai Bizottság egyik tavalyi felmérésében 24 ország lakóinak idegen nyelvtudását vizsgálták. A 25 és 64 éves lakosság tekintetében Magyarország az utolsó helyen áll. A vizsgált korosztály mindössze 37%-a beszél idegen nyelvet. Az eredmény egyik oka az lehet, hogy a filmeket szinkronizálva saját nyelvünkön halva nézzük, ellentétben például a nálunk jobb helyezést elérő Romániával. A másik oka pedig az, hogy a magyar nyelv nagyon sajátos nyelv. Ugye elemezték már, vannak elképzelések, akik a finugor nyelvcsaládhoz sorolják be, ma már vannak török rokonsági elképzelések is, úgyhogy elég különleges a nyelvünk, nagyon szép, de különleges, és kevés kapcsolatunk van nyelvtani rendszerünkben olyan nyelvekkel, mint az angol, a német, vagy akár a szláv nyelvek. Úgyhogy nagyon egy ilyen fehér folt vagyunk mi itt Európa közepén. A korai nyelvtanulás hasznos, mivel a gyermek már megszokja kiskorában, hogy nem csak az otthon megtanult kommunikációs csatorna létezik, de aki 20 éves korára sem kezdett el nyelvet tanulni, az sincs elkésve. Akár 50-60 évesen is el lehet jutni a megfelelő kommunikációs szintre. A kommunikatív módszer a lényege, hogy a nyelvórák zöme 70-80%-a beszélgetésre alapszik, írásbeli kommunikációra, néha különböző szövegek meghallgatására. Tehát nem elsősorban az a hagyományos nyelvtan és fordítás orientáció zajlik az órákon, ami mondjuk az én korosztályom talán emlékszik még rá, hogy az orosz nyelvet erősen így tanultuk. Azaz elég szárazan, főleg szót árasztunk az órákon, főleg a nyelvtani struktúrákat elemezgettük.
ez a módszertan nem vitt sikerre, amit ugye látjuk is. Ezzel szemben az a módszer, amely minél többet beszélteti az órán a diákot, az visz sikerre. Több olyan külföldi cég van Magyarországon, ahol nyelvtanfolyamokat működtetnek azért, hogy a munkavállalók fejlődhessenek a munkavégzéshez szükséges nyelv használatában. Növelheti a fiatalok nyelvtanulási kedvét az is, hogy 2020-tól a felsőoktatásban legalább B2-es szintű komplex nyelvvizsgával, vagy azzal egyenértékű okirattal lehet majd belépni. A Záhonyi Rendőrkapitányság, a Záhonyi Határrendészeti Kirendeltség, valamint a Nemzeti Adó és Vámhivatal és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai összehangolt intézkedés keretében fogtak el 12 külföldi határsértőt, köztük 8 férfit, 3 nőt és egy gyermeket Tisza-Szentmártonban, illetve a csoporttól elszakadt 2 főt a Tisza folyó partjainál május 9-én. Az eljárás adatai alapján a magukat afgán állampolgárnak való külföldiek Ukrajnából érkeztek Magyarország területére illegálisan a Tisza folyón át összekötött úszógumik segítségével. A külföldiek személyazonosságukat, illetve magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét nem tudták igazolni. Az afgán állampolgárokat a lefolytatott idegenrendészeti eljárást követően a rendőrség kiutasította Magyarországról, és a Záhonyi Határrendészeti Kirendeltség munkatársai május 10-én hajnalban átadták az ukrán határőrizeti szerv képviselőinek. 1906 óta Hermann Ottó javaslatára május 10-e a természet ünnepe, a Madarak és Fák napja programsorozat célja, hogy felkeltsék a fiatalok érdeklődését a természetvédelem iránt. Ennek részeként pénteken 10 órakor elültetik az évfáját, a virágos kőrist a nyíregyházi Tuzson János botanikus kertben. A Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola évek óta programsorozatot szervez a Madarak és Fák napja alkalmából. Kedden szavaló versenyen vehetett részt 19 óvoda, 64 óvodása, szerdán pedig alsósoknak tartottak akadályversenyt. A programok holnap a Tuzson János botanikus kertben folytatódnak, ahol 10 órakor elültetik az évfáját, a virágos kőrist. Egy nagy rendezvény lesz a botanikus kertben, a Tuzson János botanikus kertben, ahol a Madártani Egyesület, a Kaktuszház és mi, tehát a Pál Miklós Erdészeti Erdeiskola közösen szervezünk programot, 9 órától 14 óráig lehet jönni a csoportoknak. Ami érdekes lehet, hogy itt gyakorlati dolgokat is megismerhetnek a gyerekek, tehát odut készítenek, van kézműves foglalkozáson fakorunk, festés, madárgyűrűzésen vehetnek részt, az erdészeink bemutatják a nálunk legjellemzőbb fafajokat, azoknak a felhasználását, miről lehet őket felismerni. Madártan Egyesület munkatársai bemutatják az ott fészkelő madaraknak az oduit, a tojásait, fiókáit. Tehát nagyon széles körű, amit be tudunk mutatni. A rendezvények kapcsán fontos felhívni a figyelmet az erdők karbantartására és felújítására is. Nyíregyházán a Sóstói út mellett túltartott fák voltak, amelyeket nem lehetett tovább eltartani. Ezért az erdőtörvény értelmében azokat kivágták, és helyükre új fákat telepítettek. Ezt erdőfelújításnak nevezik. A folyamat mozaikusan zajlik, hogy az egy-egy területen élő állatoknak mindig legyen máshol lakhelyük. Ami még mindig nincs benne a köztudatban, hogy a magyarországi erdős területek egyre inkább nőnek, tehát nem, hogy kevesebb lenne az erdő, hanem egyre több lesz, hiszen vannak erdősítések is, olyan területeket is bevonnak erdős területnek, ahol eddig még nem volt, és több mint 22% ma már Magyarországnak az erdősültsége. Mindenki ugye azzal van elfoglalva, hogy a trópusi esőerdőket irtják, hogy a föld tüdeje az egyre kisebb lesz. Ez így van a trópusokon, de nálunk nem, hogy csökkenne az erdős terület, hanem inkább nő. A 360 hektáros sóstói erdőben elvétve magyar nőszírom is található, amelynek gyűjtése tilos, hiszen a teljes erdő Natura 2000-es, vagyis védett terület. Az állatvilága is változatos, mókusok, seregélyek és őzek mellett, akár a fokozottan védett fekete gólyával is találkozhatnak az erdőjárók. Öt perccel a meccs vége előtt még 13 ponttal vezetett, végül azonban 3 pontos vereséget szenvedett a Vasastól a Nyíregyháza Blue Sharks. A vendégek a legjobb 4 közéjutásról döntő párharc 3. meccsén 78-75-re nyertek a Continental Arénában, így ők kerültek az elődöntőbe. A kék cápák az 5.-8. helyért a nagykőrös ellen folytatják.
A mérkőzés előtt egyszerű volt a képlet, amelyik csapat győz, beüt az elődöntőbe. Nem kezdett jól a házigazda, az első negyedben sem a támadás, sem a védekezés nem működött tökéletesen, így 10 perc játék után 27-17-re vezetett a Vasas. A második negyedben zárkózni kezdtek a kékcápák, a nagyszünetben már csak 4 pont volt a két csapat közötti különbség. Fordulás után a vezetést is átvette a Nyíregyháza, sőt 5 perccel a befejezés előtt már 13 ponttal vezettek a hazaiak. Ekkor úgy tűnt, hogy elgyúlt a mérkőzés, de a Vasas 3 triplával felzárkózott, majd a vezetést is átvette. A hajrában többször is büntetőzhettek a fővárosiak, és mivel a kimaradt dobások után leszették a lepattanókat, a hazaiaknak nem volt esélyük arra, hogy egyenlítsenek, így 3 pontos vereséget szenvedve lemaradt az elődöntőről Siska János együttese. Az első fél időt nagyon elrontottuk, nagyon rossz védekezésünk volt, illetve a támadásban nem azt játszottuk, amit megbeszéltünk edzésen, és nagyon sok erőnket elvett az, hogy feljöjjünk Egára. A végjátékot pedig megint elrontottuk. A vendégek edzője szerint sikerük annak köszönhető, hogy reménytelennek látszó helyzetben is bíztak a fordításban. Az első fél időben teljesen nyugodt voltam. A második fél időben azért számítottam rá, hogy mint minden mérkőzésen a Nyíregyháza egy vagy két rohanással, ha nem is a vezetést átveszi, de följön ránk. Ez meg is történt, és amikor ugye 11 pontos előnye volt, akkor szóltam, hogy ne adják föl. A srácok is óriási szívvel visszajöttünk a mérkőzésbe, és voltak még ugye egyéb szakmai dolgok is, amik hozzájárultak ehhez. A 18 pontig jutó Busz Iván érthetően csalódott volt a mérkőzés után. Nehéz ilyenkor bármit is mondani egy ilyen meccs után. Igazából 4 percen, 4 és fél percen végül 13-mal vezettünk, ha jól tudom. Kicsit visszagondolva, nagyon fáradt voltam, nagyon fájt a lábam, kértem egy cserét, talán lehet nem kellett volna cserét kérnem. Lementem és kijött a Vasas egy ilyen teljesen alacsony szerkezettel egész pályára, mindegy alapon, és teljesen megzavarodtunk, illetve volt 3 nagyon buta eladott labdánk, illetve egy játékvezető ítélet, ami megfordította szerintem a meccs képét, de abszolút nem szeretném a játékvezetőkre fogni. Nagyon kemény, küzdelmes meccs volt, a végén nagyon bután játszottunk, és szeretnénk gratulálni a Vasasnak, mert nagyon kemény küzdelemben felülmúltak minket. Győzelmével a Vasas bejutott az elődöntőbe, ahol a Veszprém lesz az ellenfele. A másik ágon az Oroszlány a tehetséges fiatalokkal játszik a döntőért. A Nyíregyháza Blue Sharks az 5.-8. helyért a Nagykőrös ellen folytatja. Május 20-án vasárnap a Nyíregyházi Extrém BMX Egyesület szervezésében rendezik meg a megyeszékhelyen a Nyíregyházi BMX Contest elnevezésű sportrendezvényt, melyen profi és amatőr versenyzők mérhetik össze tudásukat. Az extrém sportok szerelmesei az országosan egyedülálló nyíregyházi skate parkban tekinthetik meg a produkciókat. Pörgő kormány menet közben vázonállás hátratekeréssel, vázpörgetés, ilyen és még számtalan extrém BMX trükköt láthatnak az első nyíregyházi BMX Contest versenyre kilátogatók május 20-án a Kertvárosi piac melletti országosan is egyedülálló skateparkba. A Nyíregyházi BMX Egyesület 2017. novembere óta működik, és a hagyományőrző versenyeken túl még rengeteg tervük és céluk van a közeljövőben ezzel az extrém sportággal. Az egyesületünk most márciusban alakult meg hivatalosan, és azzal a célra, hogy minél több BMX-es versenyzőt és BMX-es, meg rolleres, meg mindenfajta extrém sportot kedvelőket egy olyan csoportba gyűjtsük, és irányítsuk az ő versenyzésüket, további életüket, amiben mi szerepet játszanánk. A másik nagy tervünk pedig az, és az egyesület ezért is jött létre, hogy egy olyan sport megakomplexumot, extrém megakomplexumot hozzunk tető alá, ami legalábbis Kelet-Magyarországon az országban nincs, és a keleti Európában inkább, bocsánat, nem Kelet-Magyarország, Kelet-Európában sem lenne. A 2020-as Tokiói olimpián már a BMX, mint olimpiai sportág is debütál, és amennyiben az olimpiai bizottság úgy dönt, hamarosan olimpiai szám lehet ez a kicsit sem veszélytelen extrém sport. Az első nyíregyházi BMX versenyre eddig 30-an jelentkeztek, amatőr és profik is egyaránt, de pénzdíjas helyezéseket csak profi kategóriában lehet hazavinni. A május 20-ai versenyünket országos méretűre tettük, pontosan azért is pénzdíjassá, amiért nívósabban tudjuk megrendezni ezt az egészet. A roller, BMX, professzionális és amatőr indulók vagy kategóriák lesznek, és ebből lesz körülbelül számításaink szerint 50 és 100-150 főre számolunk.
Amatőr kategóriában bárki jelentkezhet, profi szinten viszont megvannak azok a kvalifikációs feltételek, amikkel lehet indulni a versenyen. Egy biztos, a bukósisak mindenkinek kötelező lesz. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Püspökké szentelték Szocska Ábelt, a nyíregyházi egyházmegye új főpásztora szerdán Mária Pócson tette le a püspöki hitvallást, majd ma szentelték fel és iktatták be szolgálatába. Szocska Ábel 2015 óta apostoli kormányzóként vezette a görögkatolikus egyház kormányzati egységet. Ferenc pápa idén április 7-én nevezte ki a nyíregyházi egyházmegye püspökévé. Országszerte színes programokkal és nyereményjátékokkal várják a családokat az Európa napi rendezvényeken. Nyíregyházán a Városi Művelődési Ház előtti téren az ingyenes gyermek és családi programok mellett az Európai Unióval kapcsolatos kérdésekről, oktatásról, munkavállalásról és utazásról is tartottak tájékoztató előadásokat. Egy tavalyi felmérés szerint a 25 és 64 év közötti magyar lakosság 37%-a beszél idegen nyelvet. A korai nyelvtanulással és a megfelelő nyelvoktatási módszerrel ezen javítani lehet. Császár Zoltánnal, az ILS nyelviskola kommunikációs igazgatójával a sikeres nyelvtanulásról beszéltünk 35 perc című műsorunkban. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 10-én csütörtökön, friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk záporokkal. Továbbra is változó nedvesség tartalmú, labilis levegő áramlik térségünk fölé. Emiatt változékony, több helyen füllett, koranyáriasan meleg időre van kilátás. Az előttünk álló éjszaka változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő várható. Zápor előfordulhat. A keleti szél megélénkül, helyenként megerősödik, majd mérsékelt változó irányú szél lesz a jellemző. Reggelre általában 13 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén és erősebben felhős időszakok és területek váltakoznak. Zápor, zivatar előfordulhat. Az északkeleti szél helyénként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A hétvégén még folytatódik a nyáriasan meleg idő, záporok, zivatarok több helyen is kialakulhatnak. A jövő héten viszont egy felettünk képződő légörvény alakítja majd időjárásunkat. Többnyire sok lesz felettünk a felhő, csak rövid napos időszakokra számíthatunk, és több helyen várható eső, zápor és zivatar. Előreláthatólag megérkezik a várt országos csapadék, a májusi arany. Hűvösebbre fordul az idő, nem csak az éjszakai órák hőmérséklete csökken, hanem visszaesik a nappali felmelegedés mértéke is.